mint a új feltörekvő cosplayesek egyike, mesélj kicsit, hogy kinek öltöztél. Sziasztok, a videómakernek öltöztem az óvalvásból. Ez az első cosplayed, vagy volt már ezelőtt is munkád? Az első cosplayem az Lightning volt, és annak megcsináltam skinnyét is, videót a harmadiknak mondanám. Na, jól hangzik. Mesélj kicsit, hogy hogyan készültél, milyen anyagokat használtál? Hát mindent, amit tudtam. Tehát evát, vodlát, használtam stretch anyagot a varráshoz, és igazából ennyit dekorlunk. Mi jelentett a legnagyobb kihívást? Hát inkább a varrás, tehát ugye a ruha része volt ez, ami elkezdtem majd négyszer is. Szóval... Mesélj egy kicsit, hogy mi alapján választott ki a cosplayjeidet? Hát... Én nagyon szeretem a badass női karaktereket. Tehát meglátok egy játékba egy olyan női karaktert, aki igenis küzd, akkor azt mondom, ő lesz az. És hogyan fogsz neki a munkálatoknak gyakorlatilag? Az első lépés, amivel kezded ilyenkor? Mély levegőt veszek, és lődök a varrógépbe. Tehát általában a legnehezebb, számomra a legnehezebb dolgokkal szoktam kezdeni. Ezek pedig mit lennének? Mesélj kicsit. A varázs és a ruha része. Tehát akkor ezeket nem szereted a leginkább. Igen. Ezt a ruhát tekintve mi volt az, amelyik a legnagyobb kihívást jelentette a számodra, ha most a varrást nem nézzük? Egyrészt hogy veszem fel, másrészt pedig a mell része. Hogy oldjam meg úgy, hogy egyrészt ne jöjjön szét, másrészt pedig ne is legyen kint mindenem. Mint a cosplayben meg lehet oldani, hogy ne legyen kint mindenem, szóval ez a kettő, amin elég sokat agyaltam. Mikor terved a jövőre néz? Szeretem, csinálom, aztán gyártam a cosplayt. Hány éves korodig tudnád elképzelni, hogy ezzel fogsz foglalkozni? 90. Na szép.